Közel 1 millió gépjármű közlekedhet az utakon, lejárt műszaki vizsgával. Ezek között akadnak olyanok is, amiket már 3,5 éve nem látott szerelő. Hiszen azoknak a gépjárműveknek, amiknek 2020. március 11-e után járt le a műszaki vizsgájuk, már nem kellett meghosszabbítani az érvényességüket a veszélyhelyzet miatt. Azonban ezeket 2018 tavaszán vizsgálták be utoljára. A tamási vizsgaállomáson érezték ennek az intézkedésnek a hatását. Nagyon sok ember nem hozza a műszaki vizsgára az autóját, körülbelül olyan 25%, aki elhalasztja, és most már ugye ez már harmadik éve vagy negyedik éve lesz neki, és addig műszaki nélkül közlekedik az úton, amit azért néha felül kellene vizsgálni, fékeket, kormányt, egyéb dolgokat. Hát várjuk majd, a vége lesz ennek a pandémiás időszaknak, hogy akkor viszont majd mindenki egyszerre szeretne jönni, amikor majd torlódást okoz. Minden nap megvan, hogy hány autót csinálhatunk, megvan, ez egy zárt körű technológiás rendszer, itt megvan, hogy mennyi idő alatt folyik egy műszaki vizsga, és ezt nem lehet előrébb hozni, tehát ennek az időnek ki kell telni. Itt napi szinten körülbelül 10 autót műszakiztatnak le, így fontos, hogy minél előbb bejelentkezzenek a gépjármű tulajdonosok. A vizsgaállomás vezetője azt is elmondta, azon kívül, hogy nem biztonságos így a közlekedés, más hátulütője is van annak, ha nem rendelkezik az autó érvényes műszaki vizsgával. A biztosító ebben az esetben nem fog fizetni, hogyha kárt okoz. És azért most egy 22.500 forintos vizsgadíj mellett megspórol, de neki megy egy másik autónak, akkor viszont 100 000-eket kell neki fizetni, mert a biztosító ő rajta fogja végrehajtani. Ebben a bátaszéki autószervizben közel 100 autót vizsgálnak át havonta. Mattenheim Roland azt mondja, ők kevésbé tapasztalták ezt a jelenséget. Úgy vettem észre, hogy ügyfeleink, nyilván volt egy kis megtorpanás a mi vállalkozásunkban is, ez a vizsgáztatás területén, de aztán az ügyviteli rendszerből mi folyamatosan kiértesítjük az ügyfeleinket erről a lejárt okmányokról, és ők is hallottak erről, a lehetőségről, de nagyon sokan nem éltek vele. Úgy veszük észre, hogy körülbelül egy 10%-kal kevesebb a vizsgáztatott darabszám a korábbi időszakhoz képest, de folyamatosan jöttek hozzánk vizsgáztatni. Most azonban ennek vége, ugyanis január 1-én hatályát vesztette az a kormányrendelet, amely szerint a veszélyhelyzet után 60 napig érvényesek még a lejárt okmányok és műszaki vizsgák. A december végén megjelent magyar közlönyben megszabták a végső határidőt, ami 2022. június 30-a lett. Eddig a napig mindenkinek kötelessége érvényesíteni az iratait. Ugye most nem csak a forgalmi engedély érvényesítésén van a hangsúly, hanem ugye ez egy műszaki megvizsgálás. Követően lehet érvényesíteni a forgalmi engedélyt, ugye fékfutómű világítás átvizsgálásra kerül, és azért sok esetben találunk ugye hiányosságokat, ezeket az ügyfelek megjavítatják, ugye, és most ezek az átvizsgálások elmaradtak, ezáltal ugye ez egy biztos, hogy egy baleseti kockázatot jelenthet a közúton. Az autószerelők és a vizsgáztatók arra kérik a tulajdonosokat, hogy minél előbb foglaljanak időpontot, nehogy kicsúszanak a júniusi határidőből.